A Veretlen második fogadta a 7-1-es mutatóval érkező harmadik helyezettet, így mindenképpen a Nyíregyháza BKG találkozó volt a 9. forduló rangadója az NB1B piros csoportjában. A hazaiak koncentráltan kezdték a mérkőzést, az első negyedet 22-10-re nyerték a kék cápák. A második 10 percben 6 pontot faragtak hátrányukból a szigetszentmiklósiak, de lehetett érezni, hogy Siska János együttesében még vannak tartalékok. A harmadik negyed két Tóth Gergely hármassal indult, és ez meg is adta a folytatás alaphangját. A különbség nőni kezdett, és bár a vendégek mindent megpróbáltak, végül 19 pontos győzelemmel őrizték meg hibátlan mérlegüket a cápák. Erre készültünk, erre az agresszív egész pást letámadásra. Mi azt szerettük volna játszani, hogy kevés pontot dobjanak, 58 pontot kaptunk, az egész jó védekezés. Támadásban voltak gondjaink, nehéz azért emellett a agresszív letámadás mellett játszani. Néha elveszítettük a fejünket, illetve kapkodtunk egy kicsit, de úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. A 6 szerzett pont mellett 10 gólpassz kiosztó Busiván szerint a győzelem kulcsa az volt, hogy az első perctől kezdve fegyelmezetten játszott a csapat. Nagyon örülök a végére a sima győzelemnek, de tudtuk, hogy ez egy cseppet sem, ez könnyű mérkőzés. Ez nem csak papíron, ez tényleg rangadó. Két jó képességű csapat találkozott, beszéltük az öltözőben is, meg még tegnap is edzés után srácokkal, hogy sokszor problémánk volt azzal hazai meccseken, hogy nem lebecsülve, de papíron gyengébb játékos állományú csapatok ellen. Nagyon belealudtunk a mérkőzés elejében, tompán kezdtünk, és pillanatok alatt 10 pontos hátrányba kerültük, és beszéltük, hogy ez a mai meccsen nem fog működni, mert ha nekünk kell futni az eredmény után, akkor ez egy nagyon nehéz mérkőzés lehet. Hál' Istennek így kezdtük el a mérkőzést, mindenki 100%-ig koncentrált, hamar el is léptünk, és tulajdonképpen végigfutottak az eredmény után, egyszer jöttek fel a második negyedbe, de rendeztük sorainkat, és meg tudtuk nyerni a rangadót. A nyíregyháziak a héten a HEP kupában lépnek pályára, csütörtökön az NB1B zöld csoportjában szereplő Eger érkezik a Continental Arénába. Meg kell nyerni, ez mindenféleképpen fontos, illetve szeretném azokat a játékosokat játszatni, akik kevesebbet játszanak, hogy ők is formában lendüljenek. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Nyíregyháza vezeti 100%-os teljesítménnyel, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó szintén hibátlan Vasast. A két cápák következő két mérkőzése, a Rádgéber Akadémia és a MASZ elleni idegenbeli fellépése elmarad, jelen állás szerint legközelebb december 9-én hazai környezetben a TF Budapest ellen játszik bajnoki meccse Siska János együttese.